Mit kapsz az írás során, amit sehogy máshogy nem kaphatsz meg? Egy olyan lélekállapot az írás, amit valóban nem lehet csak a szerelemhez hasonlítani, annak minden fájdalmával is, és minden nehézségével, és alázatával, és odaadásával együtt. Az író leül egy fehér papír elé, írni kezd. Az üres felület ijesztő, az írás varázslás. Mi történik írás közben? Hogyan veszi át az irányítást a szöveg? Írókat hívtunk meg egy csésze kávéra, hogy a kávészünetben meséljenek a titokról, amit az írás jelent. Milyen érzés az, amikor egy történet átveszi írás során az irányítást? Félelmetes. Csak úgy lehet igazából elkezdeni valamit, hogyha megvan egy kép, vagy megvan valami érzelmi indítatás, ahonnan az ember el tud indulni. Általában ez egy félálomszerű állapotban következik be. Én nagyon sokszor álmodok címeket, vagy mondatokat hallok magamban, és ezeket bontom ki. Tehát eleve úgy kezdődik egy történet, hogy már átvette az irányítást. Emlékszel még az első szövegre, amit már megmertél mutatni valakinek a környezetedben? Igen. Két ilyen erős érzelmi viharral társuló szövegre is emlékszem. Az egyik próza volt, egy feminista próza egyébként, amikor azt mondtam, hogy nem igaz, hogy nem ismerjük az E.T. eredeti kitalálójának a nevét, aki Melissa Mathison volt, és hogy ő találta ki, és ettől nagyon beindultam, hogy hát egy nő van az egész mögött, és akkor erről egy hatalmas lázas szöveget írtam, konkrétan 39 fokos lázzal írtam fél álomban, rémületben. Ez egy nagyon izgalmas pillanat volt, de hát nyilván fizikai oka is volt az én felindultságomnak. A másik pedig egy vers, amit tulajdonképpen a kamaszkor szabadságvágyáról szólt, és azt el is vitte édesapám egy költőnek, Lászlóffy Aladárnak Kolozsváron, és ő megnézte, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, erős, de meg nem utassam senkinek, mert politikai vers volt. Mi a siker és a bukás az írás során? Ezt meg tudnád fogalmazni? Siker egyáltalán letenni a pontot a végén. A bukással meg tele vagyunk. A bukás az, amikor újraolvassuk és azt érezzük, hogy rossz. Nem mindig rossz, csak egyszerűen megijedünk, mert megnyílik az a szakadék, ami az előttünk áll, és egy idegen olvasó szemével olvassuk a legsajátabb indulatainkat. Nem mondom, hogy érzelem. Nekem az írás inkább indulat. Érzelem is persze, de az a jó, ha az indulat van mögötte, mert az érzelem könnyen átfordulhat érzelgőségbe, az indulat viszont fegyelmezhető valamelyest. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon jó dolog befejezni. Én most fejeztem be egy könyvet egy napja, és elképesztő lélekállapot egy könyvet leadni, ez a siker. Az íráson belül egyáltalán mondom, hogy be tudjuk fejezni. Hogyan írnád le a legideálisabb alkotó teret, helyszínt, időt, és hogyan teremted meg azt, hogy ne zavarjanak meg ebben az állapotodban? Az ideális az egyedüllét. Az a jó persze, hogyha van valaki, akihez fordulni lehet elakadás közben, de ez a vadállati egyedüllét, így mondanám, amikor az ember nyugodtan átváltozhat állattá. A Senki madara című könyvemet ezért írtam meg, mert ott abban a főszereplő úgy alkot, hogy közben daruvá változik, közben egy őrült madárrá változik, és én is így érzem magam, hogy írás közben némileg azért befenyít az őrület, vagy befigyel, ahogy ezt mondják, de én ezt úgy hívom otthon, hogy a tigris ketrec. És tényleg ketten is elférünk abban a tigris ketrecben, de nagyon vigyázni kell, hogy egymásnak ne ütközünk, és akkor járunk körbe, és ezt a frusztrációt éljük, és jó dolog. Tehát amikor pattanásig feszülnek az idegek, akkor muszáj írni, mert különben belehalsz. Ha elképzeled az életedet írás nélkül, akkor mit veszítesz? Mindent. Én mindent. Mert nem tudnék mit csinálni azzal a rengeteg adattal, amit begyűjtök. Tehát a figyelem természete nálam az úgy működik, hogy tényleg tegnap láttam egy teljesen újfajta bogarat, ami
Most el sem tudom, gyújtóványfű szegélyes levelész, vagy valamilyen neve van, teljesen oda voltam már a nevétől is, meg a bogártól is. Na most, ha nem vagyok biológus, akkor mit csinálok, mit kezdek ezzel az információval? Tudom, hogy ezt egy mesébe bele fogom tenni, vagy egy teljesen, tudom is a helyzetet, hiszen a helyzetnek mindegy, tehát tudom, hogy mi történt a gyújtóványfű szegélyes levelésszel, és ha nem tudnám megírni, akkor egész életemben sírnom kéne valószínűleg, hogy valahogy azt az indulati töltetet és érzelmi töltetet levezessem. Tehát valószínűleg igen, írás helyett sírnék egyfolytában, sokkal sírósabb ember lennék. Így viszont tudom, hogy van hova levezetnem az indulataimat.